A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban foglalkozunk a rádiózással, aztán vendégünk lesz Andi Bohóc, végül pedig egy gyárlátogatásra invitáljuk Önöket. Tartsanak velünk! Második alkalommal rendezték meg a Miért Rádió Egyesület nagy rádiós konferenciáját a fővárosban. Az eseményen természetesen a Fehérvár Média Centrum is részt vett. És jönnek már is a közlekedési infók itt a Vörösmarty Rádióban. Fehérvár és környékének legfrissebb híreiről, információiról már kora reggel értesülhetünk az autónkban, vagy éppen a számítógépünk előtt. Illemedesen, srácok, tudjátok? De alkalmanként személyesen is elérhetők vagyunk. A Vörösmarty Rádiót rendszeresen látogatják fehérvári intézmények, gyakornokok, akik testközelből is megfigyelhetik az itt zajló munkát, hogy közelebb kerülhessenek a rádiózás világához. Vannak fiataljaink is, akik készítenek műsort, meg próbáljuk mi is a rádiót bemutatni, állandó iskolás csoportok is jönnek ide a Vörösmarty Rádióba, tehát próbálunk mi is nyitni a fiatalok felé. Már is megy egy felvétel, és megmutatja, hogy hogy készül a mi hangunk, amit itt rögzítünk. A diákok itt megtanulhatnak vágni, híreket szerkeszteni, de közel sem olyan módszerekkel, mint korábban, sokkal hatékonyabban. S ahogyan az a Miért Rádió Egyesület múlt heti rádiós konferenciáján is elhangzott, az innováció elengedhetetlen a rádiózás jelen és jövőbeni működéséhez. Alapvetően a hirdetők oldaláról néztük meg a rádiós piacot, nagyjából ez volt szerintem a lényege ennek a rádiós napnak, és ennek kapcsán egész érdekes számokat kaptunk, mert mi rádiósok is hajlandóak vagyunk, vagy hajlamosak vagyunk úgy értékelni, hogy egy bizonyos korosztály hallgat már csak rádiót, és ez volt szerintem az egyik legérdekesebb pontja ennek az előadás sorozatnak, mert hogy ez már talán sorozat, és többen is beszéltek, és az NMHH ugye már régóta csinál évek óta a rádióhallgatottsági felmérést, és az nagyon érdekes volt a számunkra, hogy a 15 év felettieknek a körülbelül 60%-a naponta hallgat rádiót, amit mi azért kétkedve fogadtunk először, mert mi is azt gondoltuk, hogy inkább a 30 év felettiek azok, akik inkább rádiót hallgatnak, és ez a szám még érdekesebb heti arányban, mert ott több mint 80%-uk hallgat rádiót, tehát mármint a 15 év felettieknek. Úgyhogy alapvetően ez volt talán szerintem, vagy legalábbis számunkra a legérdekesebb szám. Ami még érdekes, és ezen a konferencián is elhangzott, hogy talán a rádió úgy tud most kinyílni mostanában, tehát az elmúlt éveket tekintve, hogy nagyon sok platformon megszólalt. Tehát a rádiót már nem csak FM-en lehet hallgatni, mint ahogy a 99.2 Vörösmarty Rádiót hallgatjuk, hanem például ott van az online, és lássuk be, hogy mi is próbálunk afelé nyitni, hogy megjelenünk a közösségi médiában. Tehát már nem csak hanggal hallgatod a rádiót, hanem nagyon sok esetben képpel is. És például nekünk is ott van egy rengeteg, nagyon nagy archívumunk van, rengeteg érdekes beszélgetéssel, úgyhogy ezeket például a Rádió YouTube csatornáján is folyamatosan vissza lehet hallgatni. Tehát tulajdonképpen a rádió jelene és jövője is változik ennyit, vagy változott ennyit az elmúlt években, hogy már nem csak FM-en hallgatsz rádiót, hanem online, vagy akár YouTube-on keresztül archívumból tudod visszahallgatni az érdekes beszélgetéseket. Illetve ami még talán úgy tűnik, hogy a kis rádióknak kedvező, hogy 2024-re vagy 2025-re próbálják bevezetni a mérőműszeres rádióhallgatottsági méréseket, és ez legalábbis a konferencián is úgy hangzott el, hogy a kisebb rádióknak, mint amilyen például a Vörösmarty Rádió sokat kedvez, mert valószínűleg, amikor naplós méréssel visszakérdeznek bárkit arról, hogy milyen rádiót hallgat, alapvetően csak a nagyobb rádiók nevei jutnak eszükbe a rádióhallgatóknak, és már most is vannak erre próbálkozások, és arra jutottak a szakemberek, hogy
sokkal több kis rádiót hallgatnak, mint amennyire vissza tudnak emlékezni mondjuk egy hét elteltével. Úgyhogy szerintem ez is például egy érdekes médiapiaci megjelenést mutat majd 2024 vagy 25-től ez a fajta rádióhallgatottsági mérés. Elképesztő, hogy 31 néhány év alatt mennyit változott a technika. Gondolj bele, hogy 94-ben még szalagos magnóval kezdtünk, ollóval vágtunk, és ragasztóval ragasztottunk, hogy a hanganyagok elkészüljenek. Aztán úgy részesei lehettünk, és ez egy csodálatos dolog, a technika folyamatos fejlődésének, amikor jött a kazetta, aztán jött a digitális technikának még az alapja, és ahol most tartunk, hogy ez egy dolog, hogy mikrofonkeverőpult, de most már tudjuk azt is, hogy ott van az internet világa mögöttünk, ami rengeteget jelent. Először is jelenti a hallgatottság hatalmas a növekedését, hiszen bárhol hallgatnak minket, sokan külföldről. Tehát akik Székesfehérvárról mondjuk valahova elköltöztek a világ bármilyen tájára, rajtunk keresztül kapnak hírt a városukról, ami egy szenzációs dolog. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nem csak az éteren át jelenünk meg, hanem felvételeket készítünk, ha kell, akkor képpel együtt, tehát egy kicsit láthatóvá vált a rádió. Tehát elképesztő, és ezt így végignézni és végigjárni, csodálatos dolog. Nem könnyű megtanulni már ennyi idős fejjel, de én élvezem. Tehát minél többet tudok róla, annál inkább érzem úgy, hogy fú, ez mennyire izgé, hogy ez mennyire jó, hogy én szeretem kihasználni ezeket a lehetőségeket, és jó, hogy vannak, hogy hova visznek még bennünket, szerintem csak a jó ég tudja. Sasvári Csilla hozzátette, a folyamatos fejlődés tekintetében olykor kihívást jelentett a különböző platformokon való megjelenés számára. Mégis mindig nyitott a szakmában zajló innovációra, ami azért fontos, mert a célközönség igénye is folyamatosan változik. Rengeteg változás történt azóta rádiózásban, tévézésben, minden médiafogyasztási szokásunkban, nem csak Magyarországon, az egész világon. Ugye tény is való, hogy rádiót már régóta temetik. 2001-ben is már mondták, hogy csökkenni fog a rádiózás, voltak ilyen predikciók. Alapvetően be is jött, tehát csökken a rádiózás valóban, és az emberek máshogy hallgatják a rádiót, tehát teljesen máshogy. Egy az, hogy akkor kevesebb rádió volt. Most megnézzük, sokkal több rádió van. Más kérdés, hogy milyen úton, módon, de akkor is ez a jóval több rádió van, tehát megosztik a hallgatók figyelme. A hallgató már nem megnyerhetők nagyon-nagyon hosszú beszélgetésekkel, ugye legutóbbi statisztikák szerint a rádiónak maximum 5-6 másodperce van, hogy megnyerje a hallgatót, amennyiben nem sikerül, akkor azonnal el fognak tekerni. Ugye bejött az új média, gondolok itt a social médiára, bármilyen formájára, az emberek már azokon keresztül tájékozódnak, és ott is már ugye a legújabb trendek szerint egy magyar ember mondjuk a legújabb, nevezzük úgy nevén, ugye TikTokon egy átlag felhasználó 57 percet töltött napi szinten, és maximum 30 másodperces videókat néznek meg nagy átlagban. Szóval a rádiósoknak nehezebb mindenképpen, a zene miatt is, ugye az emberek még akkor a rádióból nyerték a zenéket, most meg már bármikor bármilyen zenét meg tud szerezni, szóval ebben is a rádiók emiatt háttérbe szorultak, de a rádiózás az még van. Valamit vesztett tény a hallgatottságából és a hallgatottságából a rádió, tehát pontosan ezért van jóval, de jóval nehezebb feladatunk, hogy megfogjuk az embereket, de a Vörösmarty rádióra, ugye ez egy különleges pozícióban lévő rádió, hogyha erre vagy kíváncsi, nekünk az a feladatunk, hogy információkat, Fehérvár és Fehérvár környéki információkat mondjuk az embereknek. Ezen viszont változtatni sokat nem lehet, mert az információ csak akkor teljes, hogyha elmondod teljes mértékben, nem mondod el, kihagysz rengeteg dolgot, akkor az ember pedig nem tudja meg pont, amiért kíváncsi ránk. A Vörösmarty rádió hírei is több platform. Hallgathatók, mindenki igényei szerint hallgathatja a műsorokat, még több fogyasztót megcélozva így. Az NMHH statisztikái szerint továbbra is milliók rádióznak Magyarországon. A 15 év felettiek esetében is kimagaslóan megnőtt a hallgatottsági szint. Több mint 5 millióan hallgatnak rádiót naponta közülük. Idén is bárki segíthet a rászoruló gyerekeknek, és mindebben Andi Boholc is részt vesz ebben a gyűjtésben, aki itt van velem a stúdióban. Köszöntelek! Szia, Rami! Nagyon-nagyon örülök, hogy megint itt lehetek a Fehérvár TV-ben, és nagyon-nagyon szeretettel köszöntelek téged is, és a kedves tévénézőket! Kezdjük akkor ott, hogy mikor kezdődött nálatok a Mikulás csomaggyűjtés, és honnan jött az ötlete? Igen, ezt már elmondtam már nagyon sokszor, de nem elég ismételni, hogy tényleg mindenkihez eljusson. Körülbelül már
12 éve folyik ez a Mikulás csomaggyűjtés, a rászorulók, legfőképpen a fogyatékkal élők részére. Viszont egy ilyen keretet, tehát egy csoportot, ugye a közösségi oldalon 2018-tól adtam, mivel hogy egyre több Mikulás csomagunk lett, és akkor így úgy gondoltam, hogy ennek akkor legyen egy ilyen összefogó része, és idén is meghirdettük ezt a Mikulás csomaggyűjtést, november 2-ától, ugye megvártuk a Minden Szenteket, Halottak napját, így tiszteletből, és akkor indítottam el, hogy csomaggyűjtő pontokat keresünk. Minden évben ugye először azzal indul, hogy csomaggyűjtő pontokat keresünk, és szerencsére így a mai napig 51 csomaggyűjtő pontunk van, plusz 2, akikhez ugye nem lehet vinni a Mikulás csomagokat, ez egy budapesti nemzetközi cég, és ott gyűjtik a irodában gyűjtik a csomagokat, Cédulás Felicia koordinálásával, és ugye a női kézilabda válogatott, 20 hektor egyesület, ő pedig Jádi Balázs Londonból koordinálja a csomaggyűjtést, tavaly is segítettek nekünk, úgyhogy azt is nagyon köszönjük. És körülbelül most 3800 tagunk van, ez az Újra segíthetsz egy Mikulás csomaggal Facebook csoport, és ugye, mint említettem, 51 gyűjtőpontunk, és jelen pillanatban az eddigi összegyűjtött csomagok alapján ilyen 650 darab körüli csomagnál tartunk. Ugye van még bő 2 hetünk, úgyhogy nagyon-nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy aki tud és lehetősége van, csatlakozzon ehhez a jótékonysághoz, és vigyen be egy-egy gyűjtőpontra egy-egy csomagot, vagy cukorkát, vagy aki, amit tud felajánlani. Egy csokinak is örülünk, hiszen a szlogenünk is, hogy egy csomag, egy elő, egy mosolygos arc. És higgyék el a kedves nézők, hogy nagyon-nagyon örülnek, főleg a fogyatékkal élők is, az idősek otthonába is, és anya otthonba, gyermek otthonba, mindenhol nagyon örülnek, és nagyon várnak minket szeretettel. Már most, tehát többen már írtak is nekem, és szóltak is nekem, hogy ugye megint megyünk, hát nagyon bízom benne, hogy el tudunk menni, ez mindig a csomagszámtól függ. És természetesen ebben az Újra segíthetsz egy Mikulás csomaggal Facebook csoportban vannak albumok, az albumnál meg lehet nézni, hogy például milyen helyeken voltunk tavaly is, meg hol jártunk, ott mindig van egy beköszönő videó az intézményvezetővel, és akkor elmondja az intézményvezető is egy pár szóban, hogy milyen emberkék laknak ott, hogyan telnek a mindennapjaik, és utána pedig ugye fotók, kísérletemet, hát kiosszuk a csomagokat, tehát itt a lényeg az, személyesen visszük ki télapóval, télanyóval, krampuszkával, nekünk jó krampuszunk van, és fotóssal is, angyalkával a csomagokat ezekbe az intézményekbe. Ugye tavaly 1900 csomagot sikerült összegyűjtenünk, és 32 helyre tudtunk elmenni, így szeretnénk az idén ismét ezt megvalósítani. Egyébként mi az, amit tapasztalsz, hogy mennyire segítő szándékúak az emberek, mekkora öröm ez számukra, mondtad, hogy a gyerekeknek nyilván, de hogy a segítők. Nekik is, hogyha ezt te is tudod, és mindenki tudja, hogyha adhat, bármit is adhat, és annak a másik örül, hát az nekünk is nagyon nagy örömet jelent. Ezért is van, hogy például volt olyan, hogy egy nénike, ugye gyűjtöttem az egyik helyen, és egy nyugdíjas néni, nagyon cuki volt, azt hiszem, hogy vett 20 darab szaloncukrot, és abból 10 darabot nekem adott, és hát igen, egy kicsit úgy, hogy hát én csak ennyit tudok adni, de nem csak ennyit, ez nagyon-nagyon sokat jelent. És nekünk is sokat jelentett, hiszen ugye a belevalókból, az olyan kis termékekből, szeletcsoki, meg ropi, meg ilyesmi, összeállítunk még csomagokat, és ugye abba is beleteszünk 2 szem szaloncukrot, mogyorót, amit éppen kapunk, és nagyon-nagyon sokat jelent az is, hogy 10 szem szaloncukrot oda tudott nekünk adni, és
Nagyon köszönjük a néniknek, és tényleg bárki bármennyit tud adni, nagyon-nagyon szívesen, nagyon szeretettel fogadjuk. Az Újra segíthetsz egy Mikulás csomaggal Facebook csoportban, ott vannak a gyűjtőpontok, bárhova be lehet vinni, ők is nagyon nagy szeretettel fogadják. És ugye van egy olyan mondás is, hogy jobb adni, mint kapni, és bizony voltak visszajelzések, hogy nagy örömmel nézték meg a képeket, hogy valószínű, hogy az ő csomagjával is hozzájárultak ahhoz, hogy ezeknek a gyermekeknek, fiataloknak örömet tudjunk szerezni, és tudjanak szerezni. Azt mindig hangsúlyozom, hogy ezt nem mi visszük, nem mi adjuk, tehát mi visszük, bocsánat, de nem mi adjuk, hanem ugye a nagy lelkű adományozóknak a felajánlását közvetítjük. Ezt mindig mindenhol elmondom. Most jelen pillanatban vannak támogatóink, ugye a Szórakoztató Gyermekmagazint ajánlottak fel minden évben, felajánlatapsi.hu Ficsori Erika vezetésével, és ugye csatlakozott hozzánk a nem tudom, hogy ki lehet-e mondani a nevét, de egy kincsesbányai táskagyártó cég, Csicsei Anna Mária vezetésével, és ők ilyen papírtáskát ajánlottak fel, hogy abba adjuk a csomagokat, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, és nem kell talán már így zsákokba vinnünk, hanem tényleg egy-egy papírtáskát át tudunk adni a kedves gyerekeknek és időseknek. Van-e egyébként bármiféle kikötés, ami nem kerülhet a Mikulás csomagba? Jaj, hát igen, ezzel küzdök minden évben, jó, hogy említetted, ezzel küzdök minden évben, bár most már egyre kevesebb, szerencsére, a kidobandó. Tehát ami nagyon-nagyon fontos, romlott, vagy romlandó élelmiszert, akár itt gondolok gyümölcsre, ne tegyünk a csomagba, hiszen például a mandarin is két nap alatt megromlik. Sajnos volt egy év, ahol 50-60 darab csomagot ki kellett dobni, mert belerohadt a gyümölcs, és a szívem szakadt meg, mert ugye ennyi mínusz, ennyi gyermeknek nem tudtunk aztán adni. De hát aztán pótoltam ezt, de tényleg erre figyeljünk, hogy gyümölcs ne kerüljön bele a szavatossági időre. Most az egyik gyűjtőpontunk átküldött egy képet, nem raktam ki így a nyilvánosságra, csak mondom, hogy elmondom, hogy bizony, amiket ő kapott édességek volt benne, még húsvétról maradt csokinyuszi, meg két tojás is, úgyhogy nem kinder tojás, hanem rendes csoki tojás. Úgyhogy köszönjük szépen, de tényleg az ilyeneket inkább ne a szavatosságra, szintén nagyon-nagyon figyeljünk oda. Most lehet, hogy valaminek december 7-e mondjuk a szavatossága, azt már nem tudjuk elvinni, hiszen december 8-áig gyűjtünk, és az utána való héten fogjuk kivinni a csomagokat nagy-nagy szeretettel. Ugye ilyenkor a kedves segítőim mindig szabadságot vesznek ki, ugye nem nyaralni mennek, meg ide-oda, hanem erre tartogatják a szabadságokat, hiszen ők is nagy örömmel, és természetesen szeretetből, tehát ingyen jótékonyságból jönnek velem, és okozunk örömet az embereknek. Hogyan kell egyébként elképzelni, amikor megérkeztek egy ilyen helyszínre? Mekkora az öröm? Hogyan fogadnak? Hogyan néz ki maga? Jaj, nagyon várnak már minket, hiszen ugye természetesen, igen, itt egy kicsit ilyen nehezebb dolgom van, így egy csomaggyűjtés végén. Egyrészt ugye, hát reményeim szerint ott lesz nálam közel 2000 csomag, bízom benne, úgyhogy bízom az adományozókban, és ugye azokat azért szét kell válogatni, ha egy helyre megyünk, ahol vannak például 50-en, ugye oda nem vihetek kicsi, nagy csomagot, tehát vagy kicsit viszek, vagy nagyot, tehát körülbelül egyforma csomagot, ugye, mert hát ez így, és ez milyen dolog, hogy neked adok egy nagyot, a melletted állónak meg egy kicsit, tehát az úgy nem. Tehát át kell válogatni, ugye a belevalókból csomagot kell készíteni, és akkor, amikor megvan a csomagszám, ez az utolsó hét egyébként, nyilvános a csomagszám is, hiszen nemrég kértem a csomaggyűjtő pontoktól, hogy írják meg, és nyilvános az Újra segíthetsz egy Mikulás csomaggal oldal is, vagy csoport is, és ott bárki számára megtekinthető, hogy éppen hol tartunk mennyi csomagnál, és
Ilyenkor hívom fel az intézményvezetőket, amikor már tudom azt, hogy, hogy tényleg el tudunk menni hozzájuk. Jelen pillanatban kb. Hát olyan 10 helyre tudnánk elmenni. És mi szeretnénk 32 helyre elmenni, úgy, mint ahogy tavaly. És ugye megérkezünk, akkor természetesen felhívom az intézményvezetőt, kijön hozzánk, készítünk egy gyors videó bejelentkezést, hogy, hogy eljöttünk, itt vagyunk, és ugye ott a csomagok, és utána meg pedig bemegyünk az intézménybe, és ott van nagy öröm. Ott van nagyon nagy öröm. Természetesen akiket nem lehet szemből fotózni, hátulról, fotózzunk ugye a személyiségi jogok miatt. A gyűjtőhelyek egyébként jelentkezhetnek hozzátok? Hogyan van erre mód? Persze, mindig van felhívás, tehát a mai napig is ott van a gyűjtőpontoknál, hogy további gyűjtőpontok jelentkezését várjuk, sosem késő. Akár az utolsó héten is késő, soha nem tudni azt, hogy, hogy ki mennyit gyűjt, de fontosnak tartom, hogy ez nem verseny. Nem verseny. Nyilván egy magánszemély lehet, hogy, hogy nem tud annyit gyűjteni, mint egy, egy bolt, egy élelmiszerbolt. Bár ki tudja. Semmi nem lehetetlen, tehát soha nem késő jelentkezni, nagyon nagy szeretettel várjuk a csomaggyűjtő pontokat is. Egyébként a csomaggyűjtő pontjaink nagy része már évek óta velünk van, de szerencsére azért sok új is jelentkezett. Ugye tavaly, úgy emlékszem, 45 csomaggyűjtő pontunk volt, most 51 plusz 2, tehát így nagyon jól működünk. Tehát akkor még van lehetősége a gyűjtőpontoknak, és akkor a segítő kedvenek is csatlakozni ehhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm, és további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok! A Modern Gyárak éjszakája keretében mintegy 120 fő tekinthette meg a Videoton EAS Kft-nél zajló munkát. A program egyben munkaerőtoborzási célokat is szolgált. A Modern Gyárak éjszakája program keretében három turnusban mintegy 120 látogató érkezett a Videoton EAS Kft. Elektronikai gyár egységébe. A cégcsoport 85 éves gyártási múltját bemutató prezentáció után a résztvevők megtekinthették az üzemben zajló gyártási folyamatokat. A gyártócsarnokban routerek, okos otthontermékek, valamint különböző épületautomatizálási termékek készülnek. A Modern Gyárak éjszakája rendezvénysorozat elsődleges célja, hogy az érdeklődők számára kézzelfogható közelségbe hozzák azokat a hazai gyárakat és üzemeket, amelyek képesek az innováció, a kutatásfejlesztés, a szervezetfejlesztés és a menedzsment területén világszínvonalú eredményeket elérni. Van egy kézi és van egy gépi gyártó részlegünk, ezeket mind meglátogathatják, ahol az üzemvezetők tájékoztatják őket arról, hogy hogyan zajlik itt a gyártás, illetve van egy nagyon modern raktárhelyiségünk, ahol szintén azt is meg tudják nézni, illetve az irodákba is betekinthetnek. A 20 000 négyzetméter alapterületű modern létesítményben közel 1100 munkavállaló dolgozik. Ebben az üzemben készül az az évi közel 13 millió nyomtatott áramkör, alkatrész, modul vagy késztermék, amellyel a végfelhasználók routerek, repeaterek, különböző okos otthon és épületautomatizálási termékek formájában találkozhatnak. Az érdeklődők tetszését leginkább a hatalmas munkacsarnokban folyó gyártási folyamatok nyerték el. Szerintem az összeszerelés része, mert mindent az üzemterület volt, legalábbis nekem. Édesapám már 45 éve dolgozik itt a Videótonban, pont az ő területét néztük, éppen ezért jöttünk erre a programra, úgyhogy szerintem számomra legalábbis az volt a legérdekesebb. Úgy zajlik, hogy megtörténnek a tesztelések, a teszteléseken végig jöttek a termékek. A látogatók közül volt, aki munkája kapcsán hasonlóan ipari területről érkezett, ezért valamelyest otthonosabban mozgott a gyártósorok között. Érdekes számomra, hogy láthatom ezt az automatizált technológiát, hogy minden automatikusan tud működni, minimális emberi felügyelettel. Érdekesek ezek a dolgok, ahogy a nyáklemezek készülnek, ez a sok beültetett apró miniatűr alkatrész.
igazán meglepő dolog, hogy tényleg ilyenekre is képesek vagyunk a modern technológia segítségével. A rendezvény nem titkolt célja volt továbbá, hogy a fiatalok és a pályamódosítást fontolgatók is kedvet kapjanak a 21. századi körülményeket látva az ipari munkavállaláshoz. Ezért a vállalatcsoport humán erőforrás menedzsmenttel foglalkozó tagvállalata, a Pannonjob Kft. Jóvoltából, az érdeklődők a cégcsoport nyitott pozícióiról is tájékozódhattak. A Videoton vállalatcsoport egy nagyon nagy cég, ezért nagyon sokféle a tevékenységünk. Megtehetjük azt, hogy mi az emberhez keressük a pozíciót, nem feltétlenül a pozíciót az embert. Úgyhogy arra biztatok bárkit, akinek felkeltette az érdeklődését a Videoton vállalatcsoport, hogy egész nyugodtan keresse meg a H-osztályunkat, és érdeklődjön a lehetőségek felől. A gyárlátogatással egybekötött munkaerőtoborzás természetesen a látogatók érdeklődését is felkeltette. Akár el tudnám képzelni, bár nem biztos, hogy ebben az irányban szeretnék menni, de egyébként nem rossz, úgyhogy simán. Szerintem ez egy tök jó kezdeményezés volt. Én azt láttam, hogy érdeklődtek az emberek, tehát nem csak a hozzátartozók jöttek, de szerintem a mi csoportunkban legalábbis sok olyan ember volt, aki célzottan azért érkezett, hogy munkaerő miatt, vagy legalábbis ugye a munka érdekelt, hogy milyen lehetőségek vannak itt. Úgyhogy erre például szerintem ez tök jó. Az üzemlátogatásról senki sem távozott üres kézzel, a legszerencsésebbek a szerencsekerék segítségével ajándékcsomagokat nyerhettek, illetve minden látogató kapott egy kisebb videótonos ajándékcsomagot. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.